kiadták a listákat, nyilvános a helyi adókkal tartozó cégek és magánszemélyek pécsi névsora. Érvényesített családi kedvezmény, sokan vették igénybe az első házasok, valamint a súlyos fogyatékosság kedvezményét is. Vért adott a képviselő és fiatal politikus társai, a pécsi Fidelitás szervezte az akciót. Dél-iráni, török és óperzsa dallamok, a Golestan együttes zenélt a Kodály központban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon televízió híradóját látják. Nyilvánossá tette a jegyző azok listáját, akiknek helyi adótartozásuk van a pécsi önkormányzat felé. Ezt kérte az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője a legutóbbi közgyűlésen. Kővári János azt mondja, a város helyi adókból, lakbértartozásokból, illetve cégeinek kintlévőségeiből 3 milliárd jöhetne be. Ebből majdnem a felére olvadna a város működési hiánya, és biztosítani lehetne a közszolgáltatásokat. 454 cég neve szerepel ezen a listán, olyanoké, amelyeknek adótartozásuk van a pécsi önkormányzat felé. Közberuházásokon vettek részt, mondjuk az Európa Kultás főváros beruházásokban, vagy szennyvízvezetékek fektetésében, utak fejlesztésében, önkormányzati megrendelésekre dolgoztak, és hát ugye az elmúlt évtizedekben szinte mindig ők dolgoztak, tegyük hozzá, hogy ilyen cégek is több 10 millió forint adóval tartozzanak az önkormányzatnak. Ez elfogadhatatlan. Ezért kérte az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője szeptemberben, hogy tegyék közzé a tartozók listáját. Az is elfogadhatatlan, hogy van ugyancsak körülbelül 1 milliárd forint kintlevősége a cégeknek, amiket nem fizetnek be néhányan. Azok a pécsi polgárok, akik fizetnek adót, akik dolgoznak, akik fizetnek lakbért, akik vesznek buszjegyet, akik kifizetik a rezsijüket, ez a polgárok döntő többsége, azok miért fizessék azok helyett ezeket a kiadásokat, akik ezt nem teszik meg? Be kell szedni ezeket a tartozásokat, mert a 7,5 milliárdos működési hiánnyal küzdő város működésképtelen lesz, Kővári szerint. Amit még nem éreznek a pécsi polgárok addig, amíg a busz közlekedik, amíg van közvilágítás, amíg az utca takarító van, a szemét el van véve, viszont már csak hetek vannak vissza, vagy talán napok, amíg ezek a szolgáltatások működnek. Ugyanis nem tudja fizetni a város ezeket a szolgáltatásokat. Egy internetes lap kifogásolta, hogy a magánszemélyek helyi adótartozását is nyilvánossá tette a város jegyzője. A törvény szerint cégeknél 100 000-es, magánszemélyeknél pedig 50 000-es tartozásnál kell a tartozók teljes listáját közzétenni. Kővári azt mondja, nem a kis emberekkel akarja az ÖPE kifizettetni a város adósságát. Azt akarják elérni, hogy pénzhez jusson az önkormányzat, hogy működtetni tudják a várost. Az adótartozás közel 1 milliárdos, a lakbérek szintén 1 milliárdos, valamint a városi cégek ugyancsak 1 milliárdos kintlévőségét szeretné ehhez beszedetni az ÖPE. A biztosítók összesítése alapján 1,2 milliárd forintra nőtt az október 29-i vihar által okozott kár. Több mint 15 000 esetet jelentettek be a lakosok, az átlagos kárérték 90-100 000 forint között van. Jellemzően tetőket rongált meg a szél, és épületek áztak be. A statisztikák alapján több mint 3 000 család csak saját magára számíthat az októberi vihar következményeinek a felszámolásában, mivel minden negyedik ingatlan nem rendelkezik biztosítással. Január 1-től már csak az új 20 000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A december 31-ig be nem cserélt régi bankjegyek sem veszítik el értéküket, mert bank és posta fiókokban további 3 évig, a jegybankban pedig 2037. december 31-ig díjmentesen átválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Az MNB tájékoztatása szerint a 20 000 forintos bankjegyek 95%-a október végéig már kicserélődött. A 2016-ban megszerzett jövedelmek adókötelezettségét többféle kedvezménnyel is csökkentették az adózók baranyában. A családi kedvezményt 39 000-en érvényesítették 46,1 millió forint összegben. Az egy adózóra jutó családi kedvezmény átlagos összege pedig meghaladta az 1 millió forintot. A családi járulék kedvezménnyel további 1,8 milliárd forinttal tudták csökkenteni a kötelezettségüket a bevallók. Több mint 1700-an igényelték az első házasok kedvezményét 471 millió forint összegben. A súlyos fogyatékosság kedvezményét pedig 2016-ban 8 000-en vették igénybe, így 506 millió forinttal tudták csökkenteni adójukat az érintettek.
Az idei évben, tehát 2017-ben is élnek a kedvezmények, így a családi kedvezmény, a családi járulék kedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a súlyos fogyatékosság kedvezménye, ezért érdemes odafigyelni a szabályokra, hogy az igénylésük ne maradjon el. Összefogtak a Pécsi Fidelitás tagjai, hogy vért adjanak a rászorulóknak. A Fidesz ifjúsági szervezete gyakran segít, például kárpátaljai gyerekeknek gyűjtöttek nemrég, ahol sikerült 1,3 millió adományra szert tenniük. Most az egyik elnökségi taguk betegsége döbbentette rá őket, hogy milyen fontos a véradás. Ezért Pécs országgyűlési képviselőjével, a Városi Fidelitás alapítójával összefogva keresték fel a Pécsi Vérellátó Központot. Így jelentkezett be véradásra a Pécs Fideszes országgyűlési képviselője kedd délután. Rövid vizsgálat következett, majd maga a véradás. A statisztikák is azt mutatják, hogy a fiatalok és az idősebbek, akik a legaktívabbak a véradás tekintetében, életkori sajátosság, hogy a középosztálya egy kicsit elmarad, úgyhogy a jelenlétemmel a középosztály tagjait, a családos embereket hívom föl, figyelmét hívom föl, hogy jöjjenek ők is vért adni. Csizi Péter nem egyedül, hanem a Pécsi Fidelitas tagjaival érkezett, akik kezdeményezték a keddi akciót. Pécsen sokszor szoktunk ruhagyűjtéseket, játszótérfestéseket, illetve határon magyaroknak adománygyűjtéseket szervezni. Most például el tudom mondani, hogy idén a Fidelitas országos szinten 1.300.000 forintot gyűjtött össze a kárpátaljai kisiskolások étkezésének a segítése, mert a Pécsi Fidelitas kivette a részét. A mai véradással egy akciósadatot szeretnénk elindítani. Így akarják felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy adjanak vért. A fidelitaszosok egyébként az egyik társuk műtétje előtt szembesültek azzal, hogy a vérhiány miatt csúszhatnak el beavatkozások az egészségügyben. Ezért kezdték az akciót. Egyébként a Dél-Dunántúlon hetente 1050 véradóra van szükség, hogy mindenkinek jusson vér. A fűtési szezon egyik életmentő tartozéka lehet a szénmonoxid érzékelő. A mérges gáz a tüzelőberendezés vagy a kémény meghibásodása esetén kerülhet a lakás légterébe. Mivel színtelen és szagtalan, ezért nem érzékeljük, így komoly egészségügyi kockázatot, de akár halált is okozhat. Tünetei lehetnek a rosszul lét, szédülés, hányinger és a fáradtság. Az ilyen eseteket elkerülendő, érdemes szénmonoxid érzékelőt vásárolni. A Katasztrófa Védelem honlapján található egy lista a megfelelő és a nem megfelelő termékekről is, ami megkönnyítheti a berendezés kiválasztását. Szerdától bruttó 4 forinttal emeli a benzin literenkénti árát a MOL, így a benzin átlagára 358 forintra nő. A gázolajára nem változik, marad 366 forint. Az autósok akár 30 forintos különbségeket is tapasztalhatnak egyes kútak árai között. Őszi Mandula Parás címmel rendeztek koncertet a Kodály Központban. Szombat este a Golesztán együttes mutatkozott be a pécsi közönségnek. Zenéjük jellemzője a déliráni, a török és az óperzsa eredetű nomád népek előadásmódja. A hangversenyen a pécsi vonósok és a vokapella is közreműködött. Különleges hangzásvilággal fogadta a Golesztán együttes a pécsi közönséget. A közel-keleti dallamok szombat este csendültek fel a Kodály Központban. A zenészeket a déliráni, a török és az óperzsa népek régi dalai inspirálják. A koncerten azonban baranyai résztvevők is felléptek. A pécsi vonósok karmestere elmondta, a közös munkát nehéz próbák előzték meg a stílusbeli különbségek miatt. Az egyes verszakok mindig egy kicsit változik a zenei képe, hogy ne legyen unalmas, hanem újabb ritmusokkal, újabb színekkel gazdagodik minden egyes verszak, amit énekelnek, és amit játszik hozzá a zenekar. És azért ezeket sokszor el kellett játszani ahhoz, hogy vérünké váljon. A tavaly 15 éves fennállását ünneplő Golesztán együttes a pécsi vokapella társulatát is felkérte a koncertre. A karnagy elmondta, bár már ismerték az együttes tagjait, ez az első közös előadásuk, ezért nagyon örülnek a felkérésnek. Főként azért, mert a vokapellának igazából nem kimondottan ilyen irányú darabjai szoktak lenni, nem ilyen zenével szoktunk foglalkozni. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ebbe a világba is egy kicsit beletanuljunk, megízleljük ennek a különleges zenének a varázsát, hogy erre rá tudjunk érezni. A közös munkát a vezetők szerint mind a három együttes élvezettel végezte. A jövőben pedig további együttműködésekben is szívesen részt vennének a társulatok.
A rendőrök november 6-án lakásán fogták el azt a 33 éves pécsi nőt, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy még áprilisban eltulajdonította egy pécsi lakás pótkulcsát, majd oda visszatérve pénzt lopott el. A nőt azzal is gyanúsítják, hogy július 11-én Pécsett a Majtényi Ferenc utcában betörte házának utcafronti ablakát. Előállítását követően kihallgatták gyanúsítottként, ellene a pécsi rendőrkapitányság lopásvédség és garázdaságvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. Általános iskolásoknak szerveznek programokat a Dunadráva Nemzeti Parkban. A kirándulások folyamatosan zajlanak, novemberben azonban kedvezményesen jelentkezhetnek a diákok. A programok célja, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a természetvédelem fontosságára, emellett környezettudatos nevelésben is részesülnek. Pécsett a Pintérkertben, a Baligeten pedig a Denevér Múzeumban és a Barlangban vehetnek részt a gyerekek különböző természetismereti foglalkozásokon és túrákon. Illetve kicsit távolabb a Nemzeti Park területén, mind a Duna, mind a Dráva mellett különböző oktatási, környezeti nevelési programok várják a diákokat. A Duna mentén Kölked, a Fehér Gólya Múzeum a programok központja, a Drávánál pedig Szaporcán az Ős Dráva látogatóközpont. Itt a természeti értékekkel, a hagyományokkal, az állattartással lehet ismerkedni, minden helyszín nagy élmény a gyerekek számára, és amellett, hogy élményeket gyűjtenek, az ismereteik is bővülnek a programjaink által. Erős dánvad szezont hozott Magyarországon az ősz, közli a Magyar Idők. A lap kiemeli, hogy hazánkban az erdősítés és a mezőgazdasági struktúra változása nyomán nőtt a dánvad állomány létszáma az elmúlt évtizedekben. A magyar példányok a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedők. A hivatalos trófea ranglistán az elmúlt évtizedek 50 legnagyobb dám trófeája közül több mint 20 hazánkban került terítékre. A dobogó első és második fokán két gúti óriás áll. Magyarországot leggyakrabban Németországból és Ausztriából látogatják külföldi vadászok. Évente 20-25 ezeren fordulnak meg hazánkban, jellemzően szeptembertől februárig. Tavaly a nagyvadak közül őszből lőttek a legtöbbet. A dánbikákat november végéig lehet még vadászni a hazai erdőkben. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Horváth István korábbi polgármester államtitkári kinevezése lökést adhat a Modern Városok program szekszárdi fejlesztéseinek. A tervezési és előkészítési folyamatok megkezdődtek, ezek sok esetben több időt vesznek igénybe, mint maguk a beruházások. Jelenleg az úszoda és a Paks szekszárdi hővezeték megépítése a legelőre haladottabb tervezési szakaszban lévő beruházás. A Modern Városok program szekszárd jövője szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen forrásokat biztosít olyan fejlesztésekhez, mely jelentősen átalakítja a város működését. Elég az úszodára, a tudásközpontra vagy a szállodára gondolni, de a tervezett Paksról érkező távhőrendszer is megváltoztatja a város mindennapjait. A fejlesztések azzal, hogy önálló minisztériumot kapott a program, Horváth István szekszárd országgyűlési képviselője pedig a minisztérium államtitkára lett, a térség számára előnyös helyzetet teremthet. Azzal, hogy ezt a megbízatást, ezt a feladatot megkaptam miniszterelnök úrtól, illetve Kósaros miniszter úrtól, mert én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy erősítés és gyorsítás lesz majd a döntéshozóknál. Gyakorlatilag minden programnál idén elkezdődnek már az olyan szintű tervezések, amikor már a kiviteli tervekről beszélünk, amikor már tényleg arról beszélünk, hogy ha elkezdődnek hamarosan a beruházások, akkor amiután befejeződnek, azok hogyan fognak üzemelni. Szekszárd polgármestere is abban bízik, hogy a minisztérium felállításával a tervezett projektek hamarabb valósulhatnak meg az eredetileg elképzeltnél. Mi többször jeleztük a Megyegyóvárosok Szövetségén keresztül, hogy esetleg szerencsés lenne egy önálló szervezetet létrehozni annak érdekében, hogy ezek a programok, amelyek azért sok minisztériumot, sok közreműködő szervezetet érintenek, koordináltabban valósuljanak meg, és gyorsabban valósulhassanak meg. Én azt gondolom, hogy ez a minisztérium, ennek a minisztériumnak a létrehozása ennek a kérésnek megfelel, és bízom benne, hogy ez egy kicsit most az eddigi folyamatoknál is gyorsabbá fogja tenni majd a végrehajtását és a végrehajtatóságot. Szekszárd és a minisztérium folyamatos egyeztetésben van a program lebonyolításáról. Közös megegyezés alapján az úszoda és a park szekszárdi távhővezeték élvez prioritást a beruházási csomagból. Abban a pillanatban, hogy a forrásokat biztosítja a kormányzat egy kormányhatározaton keresztül,
gyakorlatilag másnap el tudjuk indítani a kivitelezést. A program további elemei a szálloda beruházása, a tudásközpont, illetőleg a turisztikai jellegű beruházások előkészítése is folyamatban vannak. Gyakorlattal egybekötött tájékoztatón ismertették a téli időszak veszélyeit és a felkészülés teendőit Kaposváron a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT-nél. Itt a katasztrófavédelem, a rendőrség, az országos mentőszolgálat és a közlekedési társaság szakemberei elmondták, járműveiket felkészítették a hideg hónapokra, de a lakosságot is kérik a balesetmentes óvatos közlekedésre, amikor már azt az útviszonyok megkövetelik. A látványos mentési bemutatón debütált a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT új autómentő daruja, amely a bajba jutott buszok mentésével avatkozik be. Autó ütközött busszal. Ez az eset télen a csúszós utakon is előfordul. Éppen ezért ennek a balesetnek a mentését mutatták be összehangolt gyakorlat során a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat és a közlekedési központ szakemberei. A busz elvontatására is szolgál az a darús autómentő, amelyet ezen a gyakorlaton mutattak be. A járműnek a csörlői 30 tonnát, az emelőkarja pedig 40 tonnát képes emelni, úgyhogy 9 méterre nyúlik ki. A három megyeszékhelyre három egymáshoz nagyon hasonló járművet szereztünk be az elmúlt egy év folyamán. A közlekedési társaság november közepéig befejezi valamennyi autóbuszának téli felkészítését. Ez a három megye tekintetében mintegy 800 jármű átvizsgálását jelenti. A katasztrófavédelem is kiemelten készül a téli időszakra, hangzott el a hétfői tájékoztatón. A gépjárműveink, gépjárműfecskendőink, műszaki mentőeszközeink készen állnak, fel vannak készítve a téli műszaki mentésre. A téli közlekedés biztonságosra tétele az csak együttműködéssel lehetséges. A közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a szolgáltatók, de legfőképpen a lakosság együttműködésével. Ezt szervezzük, tervezzük, ezt előkészítjük. Ha szükséges, akkor operatív törzset működtetünk. Az országos mentőszolgálat Somogy megyében nappal 40, éjjel 20 járművel van készültségben. Nem csak a személyzet, hanem a járművek is felkészültek a télen bekövetkező balesetekre. Az előző tél mintegy 4 hónapjában 12,500 esetben segítettek. A Magyar Közút az enyhébb időjárástól függetlenül november 10-től téli üzemmódra vált. 4 mérnökségén keresztül mintegy 180 fővel látják el a közel 1670 kilométeres megyei közúthálózaton a téli feladatokat. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a közúthálózatot is fel kell készíteni a térre. Többek között meg kell szüntetni a burkolati hibákat, és ki kell tisztítani a vízelvezető árkokat. Mint az dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnök elmondta, a szükséges téli felkészülést minden szervezet elvégezte annak érdekében, hogy a mintegy 320 ezer somogyi ember biztonságáról gondoskodni tudjanak a következő hideg hónapokban is. Igazi faóriásokat rejt a Szekszárd melletti Gemenci erdő. Többek között itt található az a 12 méter kerületű csomoros fekete nyár, ami hivatalosan Magyarország legvastagabb fája. A több mint 100 éves fa 35 méter magas, de az ország második és harmadik legvastagabb törzsű fája is Gemencben csodálható meg. Nem érte be azzal, hogy megnézi, meg is akarta érinteni az ország egyik legvastagabb fáját ez a fiatal fiú. A hatalmas monstrum Tolna és Bács-Kiskun megye határán, Pörbölynél a Gemenci erdőben található, több mint 60 faóriás társával együtt. Akkor ugye most megnéztük ezt a nyárfát, és a... Szervezett túra keretében keresik fel az érdeklődők a Gemenci erdő legnagyobb fáit. Az ország hivatalosan legvastagabbjához is ellátogattak. A több mint 100 éves, 35 méter magas fa 4 sarból nőtt össze, de egy gyökérzete van. Vannak társai is, van 11 méteres is, 10 méteres is, és van néhány idézőjelbe tett kisebb fa, amelyik szintén rajta van ezen az ország legnagyobb fáit összegyűjtő listán. Erre úgy lehet fölkerülni egy-egy fának, hogy a törzskerületi átmérőjét, törzskerületét mérjük meg, egy mellmagasságban 1 méter 30 centin, és 6 méter, illetve kemény fáknál, tölgyeknél, kőriseknél, szileknél ott 5 méter az a határ, ami fölött föl lehet kerülni.
A gemencifák érdekessége egyébként, hogy sok közülük hatalmas, mégsem olyan öregek, mint a hasonló méretű, de például hegyvidékeken található társaik. Ennek az az oka, hogy gemenc ártéri erdő, ezért az itteni fák sok vizet kapnak, aminek köszönhetően nagyon gyorsan nőnek. A még mindig életben lévő Benes dekrétumok következtében sok magyar családot telepítettek ki 1947-48-ban Felvidékről, a mai Szlovákia területéről Magyarországra. Nagysalló és környékéről több mint 80 család Bátaszékre került. A fájdalmas esemény 70. évfordulóján nagyszabású ünnepségre került sor a Bátaszéki református temetőben található emlékműnél. A még mindig el nem törölt Benes dekrétumok akkori életbe lépése 70 évvel ezelőtt azt eredményezte, hogy a lakóhelyükről elüldözött több mint 100 felvidéki család közül mintegy 80 Bátaszéken talált lakóhelyre, új hazára. Háromnapos eseménysorozattal, köztük ünnepi testületi üléssel emlékezett Bátaszék városa az 1947-48-ban lezajlott tragikus történelmi eseménysorozatra, a kitelepítésekre. A felvidéki kitelepítés a magyar történelmek egy tragikus időszakára nyúlik vissza. Nem azért kell megemlékezni, hogy állandóan búsuljunk vagy sebeket tépjünk föl, hanem azért, hogy tisztában legyünk annak a korszaknak, annak a kornak az eseményeivel, tudjuk, hogy mi miért következett, tudjunk belőle tanulni, és emlékeztessünk mindenkit arra, hogy ezt még egyszer nem szeretnénk megélni. A közös emlékezés az elmúlt hétvégén péntektől vasárnapig tartott a szlovákiai testvértelepülés Nagysalló vezetőivel, civil szervezeteinek képviselőivel, amelyel Bátaszék éppen 20 évvel ezelőtt testvérvárosi kapcsolatba lépett, amely azóta is él és virul kölcsönös előnyökön alapuló módon. Erről az eseményekről továbbra is beszélni kell, mert bármikor megtörténhet ugyanez. Ha elfelejtjük, ha most nem fogjuk továbbvinni ezeket az utolsó kitelepített emberek neveit, sorsait, emlékeit, akkor elavul és megtörténhet velünk, mert ember nem tanul a saját hibáiból, hogy újra bekövethezett. A bátaszéki református temetőben, az emlékszobornál és persze az egyes síroknál is zajlott a közös, majd az egyéni megemlékezés. A bátaszéki pedagógus kórus mellett fellépett a háromnapos eseménysorozaton egy Somorjáról érkezett kórus is. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Kiadták a listákat, nyilvános a helyi adókkal tartozó cégek és magánszemélyek bécsi névsora. Érvényesített családi kedvezmény, sokan vették igénybe az első házasok, valamint a súlyos fogyatékosság kedvezményét is. Vért adott a képviselő és fiatal politikus társai, a Pécsi Fidelitás szervezte az akciót. Déliráni, török és óperzsa dallamok, a Golesztán együttes zenélt a Kodály Központban. Szerdán többfelé kell számítani esőre, ugyanakkor helyenként a keleti szél is megélénkülhet, napközben 7-11 fokot mérhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig keressenek bennünket a Facebookon is, viszontlátásra!